föltupírozott, akkor nagyon volt, a tupír az olyan menősnek számított. A hőnégyújóságban egy gyalog. Ugye az ott van föl a posta főjelő utcában, gyalog, ugye, és elkezdett esni az eső. És egészen, de nem lesz szúrulás, tehát szakadt az eső, de én már vissza nem fordultam, mert én nem lehetett, hogy ezt a lehetőséget ne használjuk, hogy hívnak. Mire odaértél? De rám a anyja, itt lógott a nyakamba a tupír? Igen, így lógott a nyakamba, és halálra lecsapódva az egész szívassal kikenni. Akkor egy szürke verén hozzád kérdés kiadónak. Annyira szeret, szeretre elni az a kislány, hát csak hadd menjen.
és elengedett rendes. Na, milyen rendes egy kívülság? És akkor másnap, na de hogy volt a neked anyám, az gyerek. Ja, nekik nem tetszett mi? Hát édesanyám pártolta a dolgot, mert ő is fiatal lánykorában nagyon szép nő volt édesanyám, korszó szépen is volt römmel. És akkor láttam, hogy sárcsa is fel, hogy korszó szépen. És akkor ő nem ellenezte volna, szóval végül is mellettem volt, de nem ő volt a főnök a családban, mert ő már a betegnek szállított meg már. Túl volt a teljes üdvözlőpanás, nem tudom, jött az agyérelmes szedés, átfedéssel a betegség helyére. És akkor, de az ETA az egy erdély, ez a székely magyar, egy fekete ló és haja, kemény, csontos, egy konokvezű erdély, székely ETA. És akkor a többi nem mentem ezt megmondani, reggel fél nyolc tájban elindultam otthonról. És akkor mint ha mennél a bíróság. Igen, és akkor jobban sétálhattam, ne voltam utána, bármilyen bementem a színházba, próba délután még egy kicsit sétáltam a színházban mellett. És végül aztán volt, hogy nem volt esti próba, és akkor hazamentem, de volt, hogy esti próba is volt, aztán jöttek az előadások önnek. És én hónap hogy minden reggel eljöttem otthonról, és minden ett a ruhájában dolgozott, és amikor nem délutános volt, akkor hajnalban egykor korán lefeküdt. Tehát ő nem tudta, hogy én nem vagyok otthon, vagy hányban vagyok. Ha pedig délutános volt, 4:11 körül ért haza, és már te én akkor futottam egészen a színháztól, egészen az ágyig. És egyből befejeltél a társadalmi mint nem volt fontos, hogy ágyban legyek, de az, hogy otthon vagyok, az megtörtént. Meddig értél úgy, hogy már színházban dolgoztál, és nem tudtál? Senki nem mondott meg neki? De egyszer csak valahogy, hát a szószékban szülök, vagy nem tudom. Valahogy megtörtént a lebukás, és olyan módon tagadott ki egy kormányt, hogy kell neked az a cigány, persze. Az kell neked az a cigány élet, és hogy hát, hogy egy ilyen elkölcstelen rovató, az a cigány élet, hívtam például. Én nagyon szeretem a cigányt, és na mindegy, de ő nagyon lenézett, megvetett engem emiatt, és egy kerek év, de egy igazi kerek éven át nem köszönöm. Egy magát vagyok, hogy ő nem köszönöm. És nem mondtál soha megnézni? És én nem is tudtam igaziból úgy hazajárni, mert ő leválasztottva elvették a pánkot. Tudod, mikor jött az államosítás, meg oroszok, meg ékorok, mindig minden irodáját elvették, és a lakások felét is nagyobb felét is elvették, és az udvar fel volt csak a mi lakásunkba bejárás, és először a konyhakot, aztán egy cserétszobok, ott a rosszatett, aztán a fürdőszob, és aztán volt a szoba, ahol édesanyám aludt, meg mondjuk én. De az utcafolton kopogtam az ablakon, akkor anyám kinyitotta, és az utcába behoztam, így láttam az amikor mégis nem értem haza addig, amire elvártam, hogy lehetem menni. És már sem nézett? Nem is nézett, és nem köszönt. Egy évig nekem nem köszönt. És mitől kezdett? És azért, mert a szomszéd azt mondja, hogy mondta, jaj, látok, hogy én hát ez, jaj, milyen erőnös. És akkor valahogy elindult az, hogy eszembe vagy, nem eszembe vagy, mi a vacsora, nem tudta, mert kimért, mégis csak beszélgetés. És akkor egyszer csak végül a legnagyobb hírekben, tehát már annyira büszke volt. Mondta, akkor már fel sem merült, hogy újra jelentkezz a főiskolára? Nem, valamilyen színát. Aha, és te... Halálosan, távilagosan láttam a kívülről. Pontosan tudtam, hogy ez nem... De mégis tanultad meg azt, vagy hogy tanultad meg, amit kellett mégis tudni? Nem cílben kellett bemutatkoznom, hanem valamilyen szituációban az és akkor szívesen, mivel segédszínésznek felvettek akkor, ezért utána minden produkcióban mentem darabba, és szívesen dolgoztak vele. Például olyanok történtek, hogy a Horváth Jenő rendezett egy musicalt, Dorottyac egy musicalt, és félkörben dobogó rendszer volt építve a színpadon. És hát a fontos, a Dorottyához tartozó lányok, ők álltak elől, aztán Pálé, meg ilyen farsan Pálé is volt. És hát azt kérdezik,
írja meg a csúfősösöket. És akkor én mindent elkövettem, hogy hogy tudnék érdekesebb, izgalmasabb, tehát teljesen testezállt fekete trikóba jártam, próbáltam minden, zsirekben mivel leváltam, egérettem, a hajamat fekete befestettem. Hát szóval, hogy próbálkoztam, hogy. És egyszer csak a Zia Horváth Jenő, aki addigra már elfelejtette a nevemet, az a kis fekete jöjjön ide előre. Az, hogy a Horváth Jenő a harmadik sorban engem előre állít az első sorba, az olyan volt, hogy a főiskolán átmentem volna, hogy fél évi ostát vagyok, akár egy évi ostát. Akkora, olyan hatalmas dicséret vagy. Tehát ez megállt a levegő. Tényleg, hogy a nevemet azt nem tudja, de azt kiszúrja a színpadon, hogy az tetszik neki, hogy itt legyen elő. Tehát ilyesmik történtek, vagy mit tudom én, a Seregi Laci rendezett vendégként, Csókos asszony, operett. És hát ahol a Katóka lakik, Primadonna, ahol a Katóka lakik, ott az udvar népe várja őt valami szereplésből éppen érkezik, és ünnepelik őt meg mindenben, nagy sikere volt, nem. És akkor, mikor szalad be az udvar népe, hogy jön a Katóka, lesik az utcán, amikor jön. Mikor jön a Katóka, akkor engem futtattak le benne, hogy én kiabáljam. Tehát te végig jártál egy olyan szamár létrát ott, vagy egy olyan... Ilyen egymondatos, igen. Igen, de a leghátsó sorból végül is a... Hát akkor aztán kaptam. Hát először csak... Kitől kaptál igazi szerepet először? Ja, hát először ugye leváltott, jöttek a ilyen portikai koncepciós perek, és többek között a Gáti Pipit és a Horváth Jenőt kicsinálták ott teljesen. A Gáti titkárjuk, a Dékány Sándor művészeti titkár volt, és az ő beosztották ott akkor még a Kamajra. És pártitkár, és hát feljelentette a színház, a Horváth Jenőt. Akkor volt az a... 1966... Akkor még aztán tavasz. Elég sötét lehetett. Nagyon sötét. Idő volt. 1966 tavasz, és még az ilyen kislányokat, mint tehát a tánckari, lótifuti kislányokat is egyenként vittek föl az igazgató irodába kiadatásra, és nekünk valami kellett volna valami negatív dolgot, ahol már kellett. És hát engem is fogadtak, hogy nem csipkedett meg, nem ültetett az ölébe. Nem. Na, ez már akkor is volt. Igen. Ez érdekes, úgy látszik, nincs új alap alatt. Nem, azt akarták volna, hogy valamit mondj hát, rá. Nézd, a Horváth Jenő szerette a társasági életet, iszogatott is este a büfébe vagy valami, és az, hogy valakit megpaskolt, az is biztos előfordult. Én mindig nem mondtam az esete egyébként, de engem nagyon nem paskolt oda nagyon, de amúgy is én nagyon szerettem őt, és hajszál pontosan tudtam, hogy miről szól az egész. Tehát olyan hajszál pontosan lehetett tudni a történetet, hogy... Na és akkor nem találtak igazán olyan embert, aki bevágulta volna őt, de egészségügyi okokra hivatkozva a megyei tanács és a megyei párt közös döntése alapján elhelyezték. Gáti György igazgatót is, és a Gondoszó Betenő főrendezőt is. Nem, hogy elhelyezték, hát elküldték, és aztán utána állás nélkül maradt a Horváth Jenő. Volt egy Iszla Jemese nevű fiatal csinos kis felesége, aki a cirkusz vállalatnál bikinibe vitt át a címtáblákat, címtáblát, ő tartotta el a család, mert a Horváth Jenőnek semmilyen munkája. Utána még szerződtették végül. Hát aztán telt az idő, és picit lazul ilyenkor. Hát igen, de akkor az odafigyelés évek még sötét volt. Igen, de aztán utána lazul az odafigyelés, utána már 68, meg ilyenek jöttek. Lazul a maga, nem lett még jobb a helyzet, csak lazul az odafigyelés, a valakire való konkrét ráfigyelés, érted? És végül aztán még őt Kecskemét is, igen. Meg talán még Debrecenben is volt talán egy ideig, nem tudom. Hát ugye, én annyira ott kaposvári, kisvárosi kislány voltam, hogy nem utazgattam meg, nem nagyon tudtam figyelni másra, őt, hogy élek meg mindent. Tehát nem tudom a pontos történetet, csak azt, hogy az Iszla Jemese tartotta el a családot ezzel a címtáblával. Lacina László Pék, tehát végzettsége szerint ő Pék volt. Rájött a minisztérium, hogy pontosabb az ilyen Gáti Pipi, ő idősödő, tehát hogy kiöregszenek a régi színházvezetők, és tulajdonképpen nincs utánpótlás.
és indítottak a főiskolán, akkor ugye még színművészeti főiskolán, egy, hát egy ilyen vezetőképző osztályt, ahol színház igazgatókat, gazdaságigazgatót, művészeti vezetőket próbálkoztak képezni, csak az volt a baj, hogy a felvétel vizsga abból állt, hogy minél jobb szocialista volt a pályázó, tehát aki jelentkezést írta, akkor még nem is pályázatnak hívták, csak hát egy írással lehetett, egy szándék nyilatkozattal lehetett bemutatkozni. És minél jobb szocialista volt, minél nagyobb igazi szocialista hősöket akart nevelni a színházáktal, annál hamarabb felvették a vezetőképző osztályba. És hát a Lacina László Pék is ott végzett, és volt egy Lackó Misi nevű főrendező is, aki ugyanott végzett, ők barátok voltak, és aztán kettőjüket helyezték le Kaposvárra akkor, amikor a gyárműben. De ez már nem tartott sokáig. Hát azért jó pár az is megvolt, mert 65-ben kerültem oda, 66 tavaszán már a Gáttéri Györgyöt és a Gondoszobátot kicsinálták onnan. Akkor került oda ez a Pék, meg a vízügyi dolgozó, a főrendezőnek, és hát tartsa tették a Kaposvári Színházat. Meghirdették, hogy táncos lányokat vesznek föl, és ilyen hosszú lábú szőke lányok valóban jelentkeztek, de annyira kevés fizetést kaptak, és albérletet se semmit, hogy végül aztán vegetás, zsíros kenyér reggelébb este, néha vegetálevessel, tehát hogy annyira nyomorúságosan éltek ezek a érettségtek, épp csak hogy kikerült fiatal lányok, hogy volt, aki 4-5 kilót, de volt, aki 15 kilót hízott aztán ezen a kenyérkórán ott a színházban, és döbbött a föld, amerre jártak. Tehát, hogy egy egészen rémületes és szörnyű tánckar próbálta betölteni a helyzetét. Iszonyú volt, és a Lacina László például, amikor rendezett, akkor volt olyan, hogy... Ja, mert hogy rendező is lett, ugye? Rendezett is. És volt olyan, amikor például a... Lehet, hogy hirtelen akartam kimondani, nem tudom. Valami olyan volt, hogy a díszlet hátuljában volt egy kandalló. És akkor kérdezték, hogy na jó, de merre menjek? Azt hát oda hátra. De a kandalló, mikor itt a partnerem, és följött, és megfogta a karját a színésznek, szóval így jössz, hát, és kettel együtt esnek. Tehát, hogy minősíthetetlen egy hülye volt, érted? Minősíthetetlen. És ott, mint igazgató, teljes hatalom a kezében, döntéshelyzet, minden. És akkor, amikor jött az évad vége, akkor mentünk föl szerződni, beszélgetni négy szem köztük, és mondtam neki, hogy megtennie, nem mint igazgató, hanem hogy adjon nekem tanácsot, hogy lát-e egyáltalán, hogy próbálkozzak ki még itt, vagy hagyjam az egészet. És azt mondta, hogy ő nagyon használható statisztának tart engem, tehát ha ő 10 évig lesz igazgató, 10 évig nem fog engem elküldeni, de nincsenek velem te. Tehát, hogy mint színét, tehát, hogy nem látja azt a lent, igen, statisztának, az 10 évig sem fog elküldeni, hogy 10 évig. Hogy akkor én mi nem mentem el, erről semmilyen, erre nincs magyarázat. De akkor ugye már én túl voltam, hogy a Gondoszobátom ezen, azon az élményen, hogy neki viszont tetszett, amit csináltam, meg túl voltam azon, hogy Kuhn Vili, aki az Olsafeszki Érike férje volt, igen, ő például, de amikor odajött a Pék igazgatni, akkor aki látott, aki tudott, az Spriccel tudnám el. És az Olsavszki Évékkel, Kuhn Vilivel elszerződött a Tetszetben. És hát én nagyon szerettem őket, és hát nagyon szomorú voltam. És akkor a Kuhn Vili mondta nekem, hogy ez nagyon jó út, amin én elindultam, és csak tartsam magam. És szóval ilyenek, egy-egy ilyen mondat lehetett az, hogy én minden mentem el. Egyszerűen nem tudom. Meg azt, hogy nagyon nem akartam más lenni, mint színész. Tehát igen, de hát ugye te ott éltél, ellentétben azokkal, akik oda szerződtek. Nem tudom, te ott éltél, ott volt anyád. Nem tudom, nyilván. És hány évig tartott? Én azt hiszem, hogy azt gondoltam, hogy én nagyon tudnék színész lenni. Tehát én magamból
csapba jött? Hát egyszer csak már akkora volt a botrány, hogy mit tudom én, Pirandelli hangszeret keresett szerzőt, már a hatodik előadást le kellett venni műsorban, mert volt egy törvény, hogy a 18-an nem jöjjön össze. Hogy, de volt egy, ennek volt valami írott igen, hogy nem tudom, hány embernek ha 18 kell, nem gyűlik össze a nézőtéren, akkor elmarad az előadás. És hadszerep keresett szerzőt, Pirandelli, és nem voltak 18-an. Uh-huh. És elmaradt, ez a hatodik előadás lett volna. Hát, és hát a, már, akkor már a megyei párt, meg a megyei tanács, szóval látták, hogy, hogy akkora már a botrány, tehát hogy, hogy nem, nem lehet tovább húzni a dolgot. És akkor egyszer csak, na most a Zácsi Jani bácsi, a Zsámbéri Gábor papája, valaha volt kaposvári igazgató. Akkor még, az még ilyen hőskor volt, még egy régi, már letűnt színházi ízlés, amikor a hősök, meg az a veretes, igen, szép magyar beszéd. Öblögetés, hála, nagy dráma, megküldöm a hangon, nem? Jöjjön ide, jöjjön. Tehát ilyen, az a veretes nagy színházi stílus volt, akkor még az Ácsani bácsi, és abban ő jó kacval, ő jobb utat keresett, és a Zsámbéki ettől minimális nosztalgiával még emlékezett a gyerekkorára, tehát Kaposvára. És a harmadéves rendezés a Zsámbékinak csodálatos, óriási siker volt, Pinter Gondok című darabja, óriási siker volt, viszont a negyedéves rendezése a Rómeus Júlia ad meg hatalmas bukást. Mind a kettő Kaposvára? Nem, ez még a főiskolán, amikor ilyen diploma rendezés. Na, inkább. Tehát a Zsámbékit budapesti színház egyik se hívta. Ah, tehát neki Pesten nem volt. Nem szokta mesélni. Nem meséli, én mesélem, igen, én emlékszem erre. És őt akkor nem hívta egyik budapesti színház sem. Ő nem volt akkor a divatokban, akkor még, ahogy igen, jöttek a főiskolán. Sokkal nagyobb divat volt a Valló, vagy hogy Vallai Péter? Nem, Vallai Péter. Vallai Péter, ő. És... hát mert a Székely se Pestre szerződött. Ő is Szolnokra ment. Ő meg Szolnokra ment. De hát itt Pesten itt volt a Major, a Marton, az Ádám Otto. Hát nagy rendezők voltak, és, Várkonyi, és aki, minden, akinek nem volt pesti pártfogója, az igen, mégis nem valóban nem ment. Lényeg az, hogy a Zsámbéki lejött Kaposvára. Nincs rá igazi, érthető magyarázat. De akkor én még ebbe, a Pék volt. Akkor még a Pék volt, igen. Még a Laci alatt, 68. szeptemberében megjelent Kaposváron a Zsámbéki Gábor. Na de akkor ott se rendezők nem volt? Nem. Csak a vízügyi van. Volt, vízügyi volt, mint meg a Pék. Igen. Ja, meg a Bagó Laci nevű, aki később aztán Szegedre került, ja, meg a Sándor János. A Sárló Gyancsi, ő egy, na hogy minek hallják ezt, hogy reményteljes fiatal rendező volt Kaposváron, és őtől is kaptam kisebb szerepet. Az első lovas hadsereg volt egy ilyen szovjet izé, abban például vonatúr kupéba kikezdettem egy katonával, meg, tehát ilyen kisebb szerepet kaptam már Sárló Gyancsitól is. Ki aztán, már a Bakó Laci is, hát nem sokat, de ő is ilyen kisebb mondatom mindig volt, pár mondatom például meg ilyenek. Hanem amikor megjött, mondom a... ja, és a Félix Laci is, ő csinálta a Pirandello hadszeretkeset. Ő mellette segédrendező lehettem. Tehát, hogy azt jól tudták a rendezők, hogy én jelen legyek, meg együtt legyek velük, meg mindent. Tehát, hogy tudtam azt a fajta módszert, amivel az ember nincs úgy, hogy a segít. Ez is az empátia. Igen. Amikor a Zsámbéki mellett segédrendeztem, akkor katonákat is kapott a szájába. Mert tudtam, hogy nem evett, nem ebédek, tudtam, hogy mikor evett utoljára, azt is tudtam, mit szeret, mit nem szeret. Nem tudom, tehát megkapta tejnyékül, akárhogy így vagy úgy, amit, hogy szeretett, ilyen kávé, olyan ütésre. Tehát én nagyon szerettem a segédrendezést. És a Zsámbékival jóban voltál? Igen, ő veled tulajdonképpen. Aha. De az tény és való, hogy a Zsámbéki is hát úgy ismert meg, hogy a János Vitéz című operett ment a színpadon. És hát ha egyszer valaki oda megy egy színházhoz, akkor bizony hasznos, ha megnézi az ott éppen menő előadásokat.
Tehát ült a nézőtéren, akkor a Koltai Robival mi? Ők már együtt voltatok a Robival? Nem. A Robi is akkor szerződött oda. Uh-huh. Tehát ők együtt jöttek le a főiskoláról. És nézték a János Vitézt, ami egy szörnyen rendezett és iszonytató rossz színészekkel. Hát képzeld el, hogy az Illuskát például játszott egy olyan, egy fekete, olyan fekete szőrös lábszárakkal fölült szoknyába, és szőkeparó. Platina szőke parókába, fekete szemöldökkel és fekete szőrös lábakkal. És minden magas hangnál így állt ilyen szépen, így fölült szoknyába, és minden magas hangnál így löpött egyet, így magát. Hát ez magasabb megy. Ez volt, meg a hang is. Hát, ha fölmegy a helyre, ez volt az Illuska. Na minden lényeg az, hogy én a falu népében voltam ugye az egyik lány, aki az első felvonásban megérkeznek a huszárok, és elviszik a falu legényeit, besorozzák katonának. És többek között az én vőlegényemet, huszárnak. És elviszik a vőlegényemet huszárnak, és akkor nekünk a szalagunkat rá kellett kötözni a zászlóra, igen. És ezt mindenki ugyanúgy csinálja. Igen. És akkor utána mesélte el nekem egyszer csak a Zsámbéki, hogy ő csak azt látta, hogy egy minősítetetlen rossz előadás kellős közepén egy öklömi kislány, öklömi valóságos könnyeket potyogtatva búcsúztatja a vőlegényét, aki a színház alkoholista kiöregedett tánc, szólatáncosa volt, a Dani Lajos. Eddig ismert ez a temenetse. A Dani Lajos, tudták, büdös alkoholista szeretetes figura volt, és őt kapta a vőlegénynek. És őt sirattam, és a Zsámbékét látta, hogy valóban potyognak a könnyeim, és teljesen oda hagyom, hogy empati. Igen. És akkor ezt ő kiszúrta, és elkezdett rám szerepet osztani. De akkor ez még nem mondta el nekem, én ezt nem tudtam, csak azt mutatott egyszer egy tépet kockás papírt, Windsori Vígnők, hogy a Pézsannát szerette volna rámosztani, az a naív a darab szerint. Szerette volna rámosztani, átjöttem húzva ceruzával, és fölérve a Faragósári. Faragósári volt a Lacinak a Péki szeretője. Ő lány volt, tehát ő szabad volt, de a Laci nem volt szabad, csak a Faragósári volt a kedvesen. És hát végül a Faragósári játszotta, de én magam is úgy ítéltem meg, hogy a Faragósári tényleg szemnálam tényleg. És nem volt olyan nagy baj nekem, hogy nem kaptam meg a szerepet. Még inkább mint jó élmény, tehát jól esett, hogy a Zsámbéki szerepet kaptam. De én biztos rohadtul megértem volna, ha nem tán. Szóval én alkalmatlannak tartottam magam egy ilyen lány szerepre, egy ilyen szép lány szerepre. Na mindegy, csak így indult, hogy kihúztak, és egyszer csak a Zsámbéki megrendezte a Várja még sötét lesz című krimit, amikor aztán a film is, nagy sikerű film is volt. Tímár Éva volt a vakasztony, és a házban lakott egy 10-14 éves forma, szemüveges, ilyen csúnyácska, és nagyon elhagyott, elhanyagolt, tüskés lelkű, durcás gyereklány. Azt rámosztotta, és senki nem hozott ki, és megkaptam a szerepet. És akkor a Wallinger Endre, például az a pécsi kritikus volt, külön szakaszt írt róla. És akkor a Zsámbéki fölment az igazgatóságra, és kérdezte, hogy ki ez a lány? Mennyi a fizetése? És 800 valamennyi forintot a fizetése. És azonnal kaptam 1200-ra egy emelést. Több mint 300 forint. Ezek akkor nagyon komoly dolgok. Igen. Tehát kaptam egy fizetésemelést, és ezután nem sokkal a Lacinnal, még ugyanabban az évadban, a Lacinnal László rendezte a szállami boszorkányokat. És a szállami boszorkányok elején van a papnak a lánya, a Betty Paris, igen. Aki betegséget színlelve, ő jelenti be, elájul, igen, tehát ilyen ideig érzékeny csaj, aki kitalálja, hogy boszorkányt látott. És rámosztotta a Lassia László végigazgatónk a Betty Paris-t, amitől, és én még mondtam is neki, hogy mondom, pedig engem akkor becsapott, mert azt mondta, hogy nincs egy szállt, gondolkodtam, de akkor már látott a Zsámbékin eljátszani. Uh-huh. És így aztán az igazgató is bekerültem egy produkcióba, és elindult ilyen rendőrség, valami, de aztán a Lassia László, nem sokára. Hát egy három évet ott tölt.
egy nagyon érdekes indulás, ez azért nagyon kevés színésztől hallott, hogy tényleg legalulról, tehát tényleg a statisztából, a harmadik sorból, lépésről lépésre, mert sokkal több az olyan történet, hogy elvégeztem a főiskolát, a Piroska akár, Molnár Piroska, elvégezte a főiskolát, és Szegeden azonnal elkezdett főszerepeket játszani. Igen, de azt képzeld el, hogy ő is tulajdonképpen az osztályból a kevésbé jól jártak közé tartozott, mert aki akkor nagy divat volt, és vitték mint a cukrot, a Vencel Vera, őt volt Pesti szerződése. Igen, a Várkonyi szerző. Igen, na most a Molnár Piroska egy erős csontú, erős fiatal lánynak is erősebb alkatú volt, mint igen, mondjuk egy törékeny naiva. És ő nem írta egyik Pesti színház sem. Pedig eminens volt az osztályban, tehát mindenki tudta, hogy a Molnár Piroska tehetséges, nagyon tehetséges, és ő tulajdonképpen nagyszerű, egyik színház se vitte naivának, mert mindenki fiatalt akart, meg lányt, igazi lányt, nem egy erősebb csontú, asszonyosabb alkatú fiatalt, hanem egy Vencelverát. És akkor így aztán ő, mivel Szegedhez közel született, és Szegedre ment középiskolában direkt azért, közgazdasági tanulmányozó is, és azt mondta, hogy nem baj, mert őt úgyis csak az érdekli, hogy a olyan városban tanuljon, ahol van színház. És ezért Szegedet választotta, és ott kezdett, tehát aztán ki se jött a színházhoz. És ettől aztán ő boldogan szerződött végül Szegedre, de nem volt boldogtalan, de ő is az a típus volt, aki nem a kapkodtak érte, hogy gyönyörű, naiv vagy a pirosítikó, meg ezek kellettek a persze, a igen, de ezek szerint azért lassan és nyilván nagyon nehezen, de csak fölküzdötted magad addig, hogy már a rendezők színészként számoltak. Képzeld el, semmit sem nem küzdöttem gyakorlatilag. Tehát én azt gondolom mindig, hogy rettenetes sok múlik a szerencsén. Tehát egy szerencs, ha nem szerződik oda a Zsámbéki, és ha ő nem akkor eljöttél volna. Ki, akkor egy idő után kifárad az a helyzet, amit elég vagyok. De te kellett, abba kellett, hogy az egészet adni. Akkor én most nem ülök itt, meg akkor sehol se ülök, mert egy picit cselettem volna színészért. Tehát, hogyha Zsámbékinak nincs az, hogy ő nem hívja Pesti színészt, nem jön le Kaposra, nem születik egy ilyen tulajdonképpen véletlen találkozás, akkor ennek nincs folytatása, mert percek alatt leszerződött a Zsámbékihoz, segítségnek már a Babarczi László. A Babarczi László tanítványa volt az Asser Tamás, az életem legnagyobb munkakapcsolata végül aztán az Asser Tamás. A mai napig még mindig dolgozunk együtt, de tehát szóval akkor ez mind nincs. Hihetetlenül kellenek a véletlen, hogy az ember pont akkor ott legyen, és pont az ott járjon, és pont találkozzon. Szóval, hogy a tehetség az egy nagyon fontos dolog, de ha nem veszi körül néhány olyan véletlen alkalom, amitől az egyszer csak elkezdhet működni, akkor nem jön létre. De mondd, nem számít ebben az, hogy valakinek milyen a, nem tudok más szót erre, milyen az ösztöne? Tehát, hogy megérzi, hogy mikor kell eljönni, meddig kell maradni, mibe kell belemenni, mibe nem. Persze, biztos, de ezzel együtt hiába az ösztönöm azt sütta, hogy amikor azt mondták nekem, hogy nincsenek magának terveim, hogy akkor mégsem jöttem el nyilván, valamit az ösztönöm nyilván, de az ösztönöm azt még nem tudhatta, hogy mindjárt jön a Zsámbéki. És akkor... És a Zsámbéki, képzeld el, hogy ez a tüskés kislány, ez akire senki nem vágyott, és ezért megkaptam. Ezután már a Filoména házasságában Luciát, a Cserét látoztatta rám, az már egy egészen rendes igazi szerepnek számított. Csak közben elkezdtük együtt járni a Robival, összes házasodunk, akkor én terhes lettem, és akkor a Zsámbékinak mondtam, hogy és hát akkor ja, közben Komor Pist. Akkora botrány, hogy itt hagytam abba az előbb ezt a folyamatot, akkora botrány volt a színház, hogy a Megyi Párt tanácsnak elhelyezték onnan a Lacinom, a Péka, illetve a Vízügyi még maradt egy kis időre, de a Péket elhelyezték,
és akkor ő a falu színházba, a Dérinyi színházba került, és ott akkor már addigra két infarktusa is volt szerintem, tehát a kaposvári időszak alatt ma egy, aztán közvetlen utána még egy, és már a Dérinyébe lett egy harmadik, ami el is vitte, de annyira alkoholista lett addigra, tehát annyira tönkrement élet lett végül, szerencsétlen Péka, aki lehet, hogy emberként mást érdemelt volna, csak így. De is, hogy képzelben hogy lehet, hogy egy baromi jó Pék volt. Tehát, hogy milyen boldogtalanságokat mér. Igen. Ez a fajta kijelölés, hogy jó szocialista. Igen. És közben és lehet, hogy Péknek megrendezte a Liliófit a faluszínházban, és egyszer beugrott a Szellemfi szerepébe, tök részegen, és a Nyílt színet is. És akkor onnan is kirúgták, és utána jött a harmadik infarktusa, meg is volt. Tehát olyan... És akkor viszont oda került a Komor. Akkor, amikor elküldte a tanácspárt minden egyetértésbe a Péket, akkor odahozták a Komor Istvánt Szegedről, először megbízott főrendezőnek. Hazudott, mert még akkor a Lacina még ott volt, de már megbízott, tehát rákészültek, hogy fogják a Lacinát elküldeni. És akkor hozták megbízott főrendezőnek oda a Komor Istvánt. Akkor a Komor István megrendezte a Szaroján Hallókiaszi medfelvallásosát, amiben szintén a Zsámbéki dumálta rá, hogy Jobb a Gabit akarta meghívni a lány szerep, ez két szerepős. Egy ilyen börtöntörténet, hogy a takarító kislány megismerkedik a bebörtönzött fiúval, és rögtön egy ilyen szerelem elkezdődik, és végül aztán a tömeg beront a börtönbe, és meglincselik, szóval megölik a fiú. Mire a takarítottság visszajön, és addigra már halva találja. Na és akkor ezt rendezte a Komor István, mint bemutatkozó rendezés. És a Jobb a Gabit akarta meghívni, de a Székely Gábor nem adta ki, és azt mondta Zsámbéki, hogy oszta rám. És akkor a Komor István elgondolkodott, hogy ő a tévében már akkor látott engem valami Móricz novellában, hogy ilyen csicsergő, édes kis hangú valami, nem tudom, és akkor úgy elbizonytalanodott, hogy akarja-e ő, de aztán megnézett, és tényleg nem azt tudta lenni, és mennyire ment a rendezésével a Komor István, tehát óriási siker, és azonnal beiktatták, tehát azonnal főrendezőnek kinevezték, és akkor akkor nem lehetett diplomanékű színészé válni. Mert előtte még ugye Latinovics, Rutka Jéva, nem tudom, óriási egyéniségekből lettek óriási színészek. Csak aztán ez elkezdett elterjedni, és az összes vidéki színház dugik volt már az igazgatónak, meg a nagynéninek, meg a gazdaságnő lányával, fejével, már mindenki táncos komikus volt. Tehát túlságosan feltöltötték a szalmát. Igen. Ilyen igyekvőkkel, igen. Mondjuk például, mint én is, tehát ilyen igyekvőkkel, akik nem színészek, de hát a nagynéni a gazdaság. Igen, tovább, igen. Tudom, világos. És egyszer csak leállította ezt a minisztérium, nem volt színészi való kinevezés, megszűnt abban az évben. De nem volt egy ilyen, hogy színész, kettő, színész. Aztán utána nem, akkor évekig nem volt. Akkor volt ha betiltott. Nem, te akkor mi voltál? Én akkor statiszta voltam. És akkor a Komor István külön miniszteri engedélyt és státuszengedélyt kért, hogy kinevezhessen. És én 1970. november 1-én kaptam meg a 806-os kódszámú segédszínészi besorolásból három sorot elér, Komor István személyesen átadta, áthelyezem a 805-ös kódszámú színész egy kategóriába. Hát és akkor megint azonnal, én néha, amikor ilyen nagy izgalom írt, akkor beszoktam lázasodni. És akkor is 38-3 lett a lázam hirtelen. Tehát kinevezett. Kiharcolt a minisztériumnál, hogy hivatalosan, jogilag kinevezett színészeknek. Mert annyira boldog volt ő az ő bemutatkozó rendezésével ott hirtelen. És így megkaptam a színészegyet, és ezután történt aztán, hogy a Filuména házasságában Zsámbéki a Lucsiát ráosztotta, de én közben terhes vettem. És akkor mondtam a Zsámbékinak, hogy én most kaptam meg a színész egyet, most én azonnal álljak ki a sorból, hogy most mi legyen. De akkor ő már túl volt egy válláson a Külvári Katitól, meg egy nagyon nagy szerelmi csalódása, a témánél van, és mert a bújtott, hogy az igazi hő gyűlös vőlegénye,
és a ti már beleszeretettük az emlékiba, és a Putin meg megvett nagyon az emlékit, meg ilyenek, szóval sokféle történet. Akkor, de hogy zajlott az élet mindig? Hát lejött Kaposvárra a Putin, és megvett az emlékit. Utána pedig Pesten a hatodik emeletről, ismer ezt a körkapos folyosos első bérházat, belül a hatodikból lelógockodott, és ordított a Tímár Évának, hogy döntsön, és ha Zsámbékit választjuk, elengedni. És akkor a Tímár Éva döntött, Bújtort választotta. És akkor vissza. Nem sokkal később vége lett annak a kapcsolatnak, de hát a Zsámbék. És biztos így visszahúzta magát. Igen, visszahúzta. Jó, jó, jó. Szenzációs predikákat, csak nem szabad a predikát. De, mert az az igazság, hogy pont ezt az életes részét nem tudjuk a színházi világnak. Nem, nincs olyan mesélye. Hát tehát egy csomót az, hogy a Lacina László, mint Pék, hogy működött ott, és hogy hogyan tette tacsra a színházat, de annyira, hogy már országos botrány volt a kaposvári színház működése, stílusa és színvonal. Országos botrány. Hát igen. Lehet, hogy a Zsámbéki arra kapott rá, mert, az, mert ha langyosan, közepes sikerrel 60-70 évig is elveget állt egyszer. Tényleg 70 évig van a környezetünkből, ami már igen. 70 éve sikerrel. Hát közel, igen. De ahol botrány van, vagy ott lehet robbantani. Tehát ott lehet valami igazi változást, egy valódi igazi változást. És szerintem a Zsámbék ezt szagolta ki abban az időben. És úgy jött oda, és elkezdett csiszkál egy felvonásosokat rendezni, nem tudom mi. Tehát elindult egy másik stílus, egy másik világ. És jöttek rendezők, színészek. És jöttek hozzá színészek, Csikós Gabi, Hölgyes Zsuzsa, nem tudom. Tehát jöttek, Monátoska, jöttek hozzá színészek, és társak, és együtt gondolkodó partnerek ez a változáshoz, ez a világhoz. És elindult az a bizonyos csoda, amit aztán később Kaposvár jelenség címmel néhány távon próbálkozott megírni, kisebb sikerrel, de tényleg nem lehet egy csukott szemmel nem észrevenni, hogy rettenetes nagy változás indult el Kaposváron, és elindult egy olyan, bár a 70-es évek, én nekem 70-ben történt ugye a Komor Istvánnal ez a színészi neve kinevezés, és onnantól kezdve a színészi érése, hogy gyakorlatilag együtt épült a színház tudás felfelé. Igen, ez érdekes egyébként, hogy ugye mindannyian, akár voltunk tanulni, mint a nagy részének, én azért már tanulja voltam, akár nem csak hallottunk róla, ennek a bizonyos kaposvári nagy történetnek, amikor valóban az ország vezető színháza volt, és egy emblémája a korszerű színjátszásnak, de az előzményét, az, hogy remélem, hogy ez érdekes, mert már nincs, aki elmesélte. Meg miből lett ez tulajdonképpen? Hogy mennyire mélyről. Igen. Meg hogy mennyire politikai. De tudod, ettől aztán még szomorúbb, hogy ebből a történetből is világos, hogy egy színházi műveit fölépíteni, az baromi hosszú idő. Tehát, hogy nagyon nehéz leépíteni. Igen. Tehát, hogy most megint, ha egyszer valaki megint kiszúrja magának ezt a Kaposvárt, ami mínuszban van, akkor nagyszerű perspektívák nyílni. Csak nagyon sokat változott az ott a világ. Akkor volt egy nagy közös ellenség. Lehetett igaziból összefogni, meg nem tudom, most sunyibb a világ, sokkal rafináltabban kell létezni benne. Nem úgy kell az igazságokért harcolni, mint akkor. Tehát akkor az egy cél lehetett, hogy vidéken, ahol nem annyira figyelnek oda, hogy ott olyan előadások szülessenek, ami Budapesten robbantott volna például valamiért. Tehát, hogy aztán létrejött az időszak, amikor minden vidéki színház, a jókat, akiket jóknak ítéltek, nem mi mondtuk magunkról, hogy jók vagyunk, vagy rosszak vagyunk. Egyszer csak úgy létrejön egy hangulat, egy színház. Volt budapesti vendégi játékra lehetősége. És minden előadásunk szinte egyszer ment valahol, valamelyik színházba, hol a mondásba, hol a Vígszínházba, tehát tudom azt is, hogy állandjárt az a Vígszínházba ment, ahogy tetszik, a Madách Színházba ment, a Patika az a
főiskola, Odészimpanyában, szóval minden darabnak lett aztán egy helye Budapesten, és ott kis hiány tüntetés volt egyet. Nem kis hiány volt tüntetés, elmondom ezt, mert én sem nagyon mondtam el, bár nem voltam egyedül, állami áruház, Vígszínház. Ugye bementek azok, akiknek jegye volt akkoriban, de hát én egyetemista voltam, vagy gimnazista, még nem tudom. De hát tudtuk, hogy oda kell menni ott. Asser Tamás rendezte, és a üvegajtó mögött álltunk, ott gyűlt a tömeg. És bent szépen az úri jegyesek már bementek, akiknek jegye volt, igen. És akkor mondták, hogy majd a végén, amikor már neki beült, akkor azért még beengednek embereket. És amikor ki, még nem nyitották ki az üvegajtót, de látszott, hogy jönnek fel, akkor előálltunk néhányan barátaimmal, és hátulról elkezdett megnyomni a tömeg. Úgyhogy én voltam az egyik, akivel benyomták az üvegajtót, annyira, hogy azóta is itt van a hega. Csuklomon, ami rettenetesen érzett akkor, olyannyira, hogy nem csak hozzám, hanem egy másik csajhoz, mentőt hívtak. Igen. És akkor jött a Nino autó, de hát én sajnos nem vártam meg, ugyanis be akartunk menni az előadásra. Így viszont bemehettünk. Tehát így akkor külön minket és ott vettük. Ez hihetetlen volt. Tehát érezte az ember a tüntetést is benne, de hát az, hogy valami olyan színházat láttál, amit... És akkor még az volt, hogy tele volt az egész épület ülőképpen pufajkásokkal is, de civil ruhás bérlés. Igen, ezt is mondták, ezt még meg sem titkos szolgálati égharagja. Tele volt az egész színház, jöttek, mentek, mindenki leste a másikat, sétált, és a jegy nélkülieket egy idő után aztán kiürítették. Tehát körülbelül 800 embert küldtek és nyomtak és rúgottak. Igen, néhányan a erkélynek a lépcsőjére leülhettünk. Ezek egyébként a civil ruhások nagyon viccesek voltak, ugyanis senki nem volt ott öltönyben egyébként, csak a titkosok. Igen, úgyhogy és akkor még az volt, hogy nem kezdhettük el az előadást, és nekünk jöttek hátra a hírek, mert ott tulajdonképpen a kezdőszereplők ott álltak a színpadon, és mondták, hogy nem engedi a vidát, a BMS-ek, nem tudom mi, ami ki nem ürítik az épületet, már hogy a jegyék. És akkor 3:48-kor egyszer csak azt mondták, hogy elkezdhetjük az előadást. És tulajdonképpen a nyitánynál elindult föl a függöny, és akkor az első sorban, emlékszem, hogy egész pontosan a Róka Prémes följött az első sorban, és egyszer csak egy nagy sikoltás, és hosszú hajú hippi fiatalok a zenekari árokban, azok elhúztak a kazáházba, tehát a fűtés folyosón elhúztak még egy csapat fiatal, srácok főleg, és tudom, hogy az volt az első, akit meglátom, hogy ilyen hosszú hajú fiú srác mászott föl, ahogy a zenekari árunknak van ez a környe elől, ott mászott, és ott volt vele szembe, ők a primus elsősorban premierhölgy, és megint vissza a függöny, megint valamit még azokat is még valahova elcipelték, elrettentették, és akkor kezdtük el, de az már 8 óra volt minimum, mire elindultad el. Igen, ezek nagyon legendások voltak. Ezek és nekünk az öltöző, én a földszinten öltöztem, de rácsolt az ablakon, és ott is kopogtak, és könyörögtek, hogy engedjük be őket. Mondom, hogy mit tudunk, be van rácsozva, nem tudtuk beengedni őket az ablakon, meg ne. Na, utána aztán azon sernek kellett, mert négyszer közti kihallgatásra az acélhoz. Az sert megvádolták azzal, hogy ő rohanta végig az egyetemeket, és hogy ő szervezte a tüntetést. Holott mi már negyed, tehát 12-re volt kiírva a bejárópróbánk, tehát mire ott rendőrkordonon keresztül nem akartak beengedni a saját előadáson is. Szerepe lett a színdarabban. És személyigazolványal mehetünk csak be a saját bejárópróbákra, meg ilyenek voltak. Igen, egyébként már délben. Érdekes, hogy ebben annyi ügyetlenség volt, és annyi, tehát minden visszafelé sült el. Igen. Tehát mindegy, még nagyobb lett a cirkusz. Na mindegy, most egy ilyen régi színház történelem óra volt, ez van, de azért hadd kérdezzem meg, hogy boldog pályád volt neked, ami eddig van? Nagyon. Tulajdonképpen van egy
van egy napút, vagy mi is a kiadó neve, akik minden évben megjelentenek karácsonytán egy olyan könyvet, akik a következő évben betöltik a 70-et. Hát az általuk választott ismertnek, vagy fontosnak, vagy nem tudom, minek ítélt személyiségekről egy összeállítás. És amikor megkerestek, akkor például az volt, annak az évnek az volt a téma találmánya, hogy mindenki saját magáról írjon, de nem feltétlen pályaképet, vagy nem tudom, bármit, amit ő szeretnénk. És akkor én írtam magamon például egy olyat, hogy ha most valaki azt mondaná, hogy eddig tartott, én akkor se lehetnék már elégedett. Vagy elégedetlen, elégedetlen. Mert hogy annyira hatalmas pályájutott osztályrészül, amire alig van magyarázat. Tehát, hogy olyan döbbenetes mennyiségű rendezővel, olyan csodálatosan és olyan szerepeket játszottam el, amit hát még nem lehet felsorolni gyakorlatilag. Szóval nincs az agyam, melyik fejbe tudná tartani. Hogy, tehát az, hogy én az Asherel, még a Euripidész, tehát olyan szerepeket, ami se egyáltalán nem való nekem. Tehát, hogy görög drámák hőstejétől kezdve, amit el tudsz képzelni, mindenféléket játszhattam az ország legcsodálatosabb rendezőivel. És valamikor elkezdődött, ugye rám ugrottak emiatt, tényleg egészen, én tudom, mert ez nagy képenek, az egészen kivételes empátiakészség miatt. Rám kaptak a rendezők, és darabba rendezőtől rendezőtől. Ide estem, oda estem, minden, annyira szerettek. Mondd, az egész színészetednek ez az empátia a lényege? Én szerintem az. Hát a koncentrációs képesség. Az empátia nagyon fárasztó. Hiába, és akinek az van, és tudja használni, ráadásul észre, tehát ott nincs olyan, hogy én egy betű hangsúlyról nem tudok, mert csak az jön majd az ösztönök, vagy valami, minden hajszál pontosan, minden mozdulat ki van számítva, minden mozdulatról tudok, pontosan mérem, a kontroll ugyanannyira. Tehát 50-50%-ban működik az empátia, tehát az átélőképesség, vagy minek, bárminek nevezhetem. Ha rövid és pontos akarok lenni, akkor koncentrációs képesség. Tehát a koncentrációs képesség az maga a tehetség tulajdonképpen. De ez havi? Ugyanis itt olyan, mintha egy múlt időben beszélnénk erről, de természetesen a pályáról beszélve a múlt idő jogos, de ugyanakkor pedig most az Antalány Esténybe címnál. Hát most novemberben 23, decemberben 24, de volt már olyan, hogy december karácsony hónapban 34-et játszottam, és hát szóval nem könnyű. Nem könnyű, hát folyamatosan fáradt vagyok. Semmi más nem érzek az egész. De még mindig nem tudsz aludni. Nem tudok aludni, rossz alvó vagyok. És akkor például mondjuk vége egy előadásnak, akkor még a színházba is dekorok egyet. Először is akkor vagyok éhes, akkor megyek a büfébe, akkor vacsorázom, aztán kinyitom a iPad-emet, meglátom, hogy úristen, hogy hánynak kéne üzenem, vissza válaszolni, megköszönni, nem tudom, hogy oda, akkor felét megcsinálom, felét hagyom a francba, mert már vibrál a szemem, és nagyon fáradt vagyok, tehát nem válaszolgatok már egy csomó mindenre. Akkor utána még megyek az öltözőbe először, ott is eltöltök egy órát minimum, vagy többet inkább. Akkor éjfélnél vagyunk körülbelül? Félennél. Rádöbbennek, úristen, meglátom a Kákonyi Árpit, aki még dolgozik, illetve inkább csak számítógépezik, tehát zenéket hallgat, nem tudom mi a büfébe, mondom, jaj, Árpi, még itt vagy, és akkor az, igen, de most van egyéb, mondom, akkor gyorsan, mert ő zárja a büfét. Ha bezárja, akkor már csak mindenen kered, lépcsőkön, mindenen nézőkére becsolatok keresztül ki a portálát az utcára, de amíg az Árpi ott van, addig nyitva van a büféltől, és a sérült személyvezetőn egy édes. Ez jó. Ha valaki egyszer bármi módon eljött az Örkény Színházba egy előadásra, akkor a idei évados füzetőmben én mutattam be a személyvezetőmben a Kákonyi Árpit, amire nagyon büszke vagyok, mert én szerintem én jót írtam. Az egy, nem olvastam? De. Majd végfő, ez egy sikerült írás. Igen. Mert azért írni is szeret. Nagyon szeretek, csak nehezen írok. Mert a leírt szó az borzalmas fontos. És ott nem lennek véletlenek. Tehát nem lennek véletlenül használt szavak. Ott csak
a legpontosabb kifejezések kerülhetnek. Ne stresszelj! Te mindig is te... Hát igen, na de éppen ezért ne stresszelj! Te folyik a... Hát igen, nem folyik. De én nem? Nem, egyáltalán nem folyik. Nem folyik. Jó van, de te könnyebben ész. Na, én nagyon nehezen írok, mert amíg megszülöm, az nekem nagyon nagy munka. Tehát nagyon... És sokáig kívülök vele. És újra elolvasom, és megint nem tetszik az a szó. És akkor újra keresem. Igen, ez utoljára az emberrel akkor fordul el, amikor nyomtatásban látja, hogy ez nem jó, az se jó. Jó, tehát itt vagyunk, hogy fél egy, igen, akkor még igen, be vagy, akkor de még gyorsan, még tényleg bepakolom gyorsan, ami még elől van, vagy amit el kell rakni, nem tudom, hogy mániákus szűz-szűz vagyunk. Igen, az rendes? Fogszalmas. Na és akkor de valami aszcendens... Ki tudna egy szűz? De az aszcendens az valami nagyon nagy bezavaró körülmény, mert előadás kezdéskor mindennek egy irányba kell állni, és mindennek mindig ugyanazon az oldalon, és előadás végén onnantól odáig halomba áll minden az asztalon, és nagyon nehezen pakolok utána el, mert akkor a dolgit csináltam. Tehát félig szűz, félig valami több más, nem tudom. Nincs kitől megkérdezem, hogy kettő előtt 5 perccel születtem, vagy kettő után 5 perccel, mindenkinek, vagy egyedül én élek, már az egész familiámban csak egyedül én élek. Bátyám, mindenki. Bátyám öngyilkos lett, mindenki meghalt, és egymagam maradtam, és senkitől nem tudom, már semmit sem megkérdezni. Egyébként nagyon fontosak a beszélgetések, és addig kell mindig meghallgatni az öregeket, amikor még tudnak valamit, mesélni. Mert például élnék, mondjuk egy másik színészi sírkapos előtt, a Tóth Béla bácsi, de nem minden emlékszik már. Igen, emlékszel arra, hogy mi nem olyan régen, hát egy éve találkoztunk Kaposváron, azon amikor az utolsó a nap, amikor a színházat elkezdték bontani. Előtte oda szervezett, egy utáni kellégés fiúcsukat kezdte szervezni, de tényleg nagyon sokan mentünk. Igen, is, és ott a zsámlóvá. Igen, de ott volt a klasszikus nagy régi Kaposvár, és akkor bejött ő is. Igen. A Tóth Béla is bejött. Igen. Igen. És énekelte a Varga gyurcsa mezítlába réten. Mert az volt neki a dala, az egérci, diótörő, csak volt egy egércirkusz is valahol, csak hány ezzel játszott. Na, de a diótörőben ez volt az ő dala, a mezei egér. Gotthard Péter rendezte azt a diótörőt, ami csodálatos figurát, és például Tóth Béla bácsi, aki kicsit ilyen tájszólása, ő volt a mezei egér, és kapott benne egy szólódalt, és azt már ült a széken, ülve énekelte, néha kicsit mellé is fogott, és úgy sírtunk. Igen, rettenetesen bőltünk. Hát igen, mert ugye a színházra bontották. Judit, visszatérünk oda, hogy egy óra van, és te elindulsz hazafelé. Igen, elindulok hazafelé. Bejössz a kocsiba, vezetsz éjjel? Bejössz a kocsiba, éjjel, igen. Hol laksz? Ott van, hogy el is Jézus már. Akkor megrohan, képzeld el, fából van a kerítés, és ahogy kanyarodok be az utcánkba, mint egy macska fükköd, úgy jön neki a fakerítésen keresztül. Minimum 6 macska, kiszállni már nem tudom, mint a két láb. 12-t tettek most remélem. Meg egy rakás sűn. Na most már mennek aludni, most már csak 5 kaka volt. Onnan lehet tudni, hogy mekkora a forgalom a sűröktől, hogy hány nap volt, 36 kaka. Reggel sűn. Onnan lehet lemérni, hogy mekkora forgalom van meg. És minden nap hazavezetsz és bevezetsz? Nagyjából igen, kivéve tegnap. Ma mi van? Olyan nap. Akkor, hogy van hétfőn, bejöttem Hamlettel a vitopróbára, és Hamlettel adás. Benne voltam az öltözőben, mert 5:40-kor kocsi a ház előtt című fejezet, hogy megy a forgatásra, és hát én aznap egy órát sikerült adni. Akkor azzal leforgattam a tegnapi napot, tehát a keddet, másnap 5:40-kor kocsi a ház előtt, megint benne aludtam a színházban. Máma már 3 órát is sikerült aludnom, mert úgy látszik, annyira kimerültem, hogy valahogy elaludtam, úgyis nem tudok elaludni. Hiába mondják altató, akkor beveszek egy fél altatót, lefekszem és rosszul szétülök és rosszul vagyok. Nem oda, ahova kéne, és nem tudok elaludni, rúg a lábam és szétülök. Ilyenek történnek valami altató. Akkor most 3 napja nem voltál otthon?
Igen, tehát hétfőn jöttem el utól, hétfőn reggel hajnalban. És a cicát? Hát van nekem egy nagyon kedves szomszédasszony, aki amikor nem megyek haza, akkor egy nap kétszer megy át. Tehát délelőtt is és este 8 körül is. Szóval ez az, ami a pihenős színésznő életformája? Mit mondjak, ami 24 éve. De sose pihentem. És, na de rongyá is van az egész szervezetem. Tehát én nagyjából háromszor annyi időt töltöttem el az életben, mint amennyi egy hasonló korú embernek járna, hogy egyébként normál körülmények között. Tehát én sokkal többet használtam magamat, meg a szervezetemet, meg mindenemet. És hát túl sokáig bírtam a nem alvást, és hirtelen mondtam össze. Tehát mi egyszer csak ezelőtt, 2-3 évvel az összes szervem. Tehát amit el tudsz képzelni. Na, ezt állítsd, viszont azért nem látszik. Nagyon látszik, nem tudom menni, nem kapok levegőt, 40 kiló plusz cipelek, nem tud lefogni, gyenge jellem, aki éjszaka is eszik. Hát szóval nagyon sokféle hiba van, de valahogy az van, hogy például most csodálkoztak a forgatáson, hogy hát hogy létezik, hogy egyetlen bírja a fiatal létre, hogy nem alvás, ne, hogy létezik, hogy tényleg most mindben, hogy látszott, hogy csak el ne aludjak, és lemegy a forgatásra, és azt, hogy ott egy rossz szavam nem volt, nem panaszkodtam, hogy mennyi szünet, ez van, az, és hogy tökéletesen tudom a jelenetet, nem tudom sem. És mondtam, hogy ez csak a látszat, valami kötelesség visz tovább. Tehát én nekem már nem az a fajta láz működik, bár szoktam ezt hazudni. Hát jó, mert ez kell az imáshoz. Igen, néha mondom, hogy mert azért, mert ugyanakkor az is igaz. Tehát én tényleg ugyanúgy hiszek a színházban, mint induláskor. Tehát tényleg, tehát a színházban ugyanúgy hiszek. Csak én már nem tudok folyamatosan. Tehát már vannak jábrándult, nem napjaim, hanem évadaim is már. Tehát hosszú időket töltök jábrándultan, csalódva. Figyelj, reménytelen. Jó, de szerintem nem lehet. Már nem olyan a színház, mint amilyen nekem szerettem valaha, vagy ami miatt színész lettem. Egy csomó előadást látom, nézik, sikeres, és közben nem elég jó. Viszont azt még különben, hogy elmentem, megnéztem a Keresztes Tamásnak a Gyulányiban az előadóját. Amit féltem először megnézni, mert hallottam, hogy milyen őrületes technikai bravúr, amit az előadásban a ritmusok, meg a működtetés, meg a nem tudom, hogy micsoda. Tehát picit féltem, legalább hónapok teltek úgy el, hogy jó, nem is volt szünapom, de nem bántam, mert mondtam, hogy majd megnézem, ez nagyon fontos, meg fogom nézni Keresztes Tamást, ország legjobb színészének tartom, stb. És most a menyem szólt, hogy nem tudnak rá jegyet, szeretném megnézni, hogy tudok-e segíteni. Jó, megszereztem nekik a két igazi hivatalos benne a sorba jegyet, és viszont kértem egy pociket sor szélére, tudtam, hogy hát közel 2 órát én nem bírok fegyelmezetten ülni, nem tudok lábam egy kicsit rakni, vagy vetni, akkor én azt nem bírom ki. És sor szélén ott nem ülnek annyira mögöttem, merek mocorogni, rendelkezni, és én is megnéztem, és a szó legszorosabb érdemben belebetegedtem. Tehát az egész biológiában elindult az a valahai kaposvári mentalitás, az a valahai hit a színészet felé. Belebetegedtem, egészen csak. Ez remek előadás. Egészen csak. És az igazság, hogy az egész színház dolog nem. És azt, hogy amilyen ez, ahogy őrült, hogy tényleg egy sérült embernek, de már ahogy elkezdett, ahogy ráment a fény, és ott láttam azt, hogy nem így lóg a keze, amíg áll, hanem így van a keze. És egy folyamatos figyelés. Tehát akkor eszembe jutott a Vörös Sándor Szentgyörgy és a Sárkány, amiben Zsámbéki rámoztotta az Uttagang, a Borland királynány, és azt az érzést, ahogy azt én próbáltam, és ahogy azt megszültem. Ő is gyenge elmélyű a talán. A Borland királynány az ilyen, az egy valóban gyengelme, és mégis megkoronázzák. De előtte fel akarják áldozni a politikai, hát akik kitalálják, hogy van egy sárkány, aki minden évben egy szüzet kíván, és ez egy akkora népőrület, és tehát egy olyan sárkány... Milyen sárkány... ez most, hogy azt mondtad, hogy
kitalálják, hogy van egy sárkány, mennyire... Igen. Tehát az ellenségképet azt előbb ki kell találni. Igen, ez egy sárkány. Meg kell szűni. Igen. Mikor sárkány, mikor nem sárkány. Tehát igen, valakos. Valami ellenségképet létre kell hozni, beültetni, és amikor már hiszik, akkor változatot kérni. Tehát, hogy ne is a Mulat királyát is be akarják áldozni, hogy nagyon nagy áldozatot kapjon. Nagy baj van a világban, tehát akkor a Szent György, és Szent György elindul, hogy megmentse a Bolond királyát, és megölje a sárkány. És ahogy azt a vízfejű bolond lányt megszültem abban az időben, azt elkezdtem érezni, és szóval belebetegedtem annyira csodálatosan. És akkor eszembe jutottak a régi mentalitások, és a régi képzel, tehát amilyennek régen képzeltük a színházat, és egy előadást, és azt az eszemes, hatalmas együttgondolkodást, ami már nincs. Már a legjobb előadások sem olyan, mint amilyennek kéne lenni. Figyelj, igazán utolsó kérdés. Melyik a kedvenc estéd a színházban? Melyik a kedvenc darabod a legkedvenc? De nem, az a baj, nem tudok. Akkor mondd el mind a hármat. Az egyik, az Örkénnek a macska. Először is Örkén olyan csodálatos írónak tartom, hogy tényleg hát a leghatalmasabb író. Ahogy például, ha valaki belelapoz az egypercesekbe, vagy nem tudom, egészen mesebeli, most a Macskajáték című kisregényéből ugye valaha már született egy szövegkönyv, csak hogy azt én láttam, és nem onnan jön tetszett, és jó van. És nagy, óriás színésznők játszották, óriás rajtosnak, óriási siker és minden világon, de az nem úgy az én világom, ahogy most a Gáspár Judit, a igazi, félretette az eddigi szövegkönyvet, engedélyt kért az adót, és most átolott. Nagyon nehezen adott, mert végül belement. És akkor a kisregényt tette fel a színpadra. Most ebben Orbánét játszani, aki például elmegy nagybábonyba a szerelme után, és a világ legmegalázóbb pillanatait éli át, mikor nem veszi föl senki, mikor stoppani akar éjszaka, és már a bugyja is csúszik lefelé, és végül egy tízesére terült, hogy fölveszi. Tehát, hogy az a monológ, ami a régi előadásban egy betű nem volt benne. Semmi, egy betű sem. Hát most lehet Orbáni olyan szerep, és akkora szerep, és olyan hatalmas vallomás minden ért. Tehát az értékrendemet úgy tudom közölni a világgal, hogy az példátlannak. Uh-huh. És az az egyik nagy szerelem, az Örkény előadás. Aztán a elnök nők, amit az Asep Tamás 20. Most ez a 21. év már, amióta játszuk, tényleg a világot bejártuk vele, Kentenbe vettünk minden fesztiválon, minden legjobb nőalkotásdíja, minden, én még a Hekuba díjat is nem kaptam. Amiben az volt az érdekes, hogy én ezt láttam a bemutató idején, és határozottan úgy éreztem, hogy fiatalok vagytok rá, mindannyian. Beleérettünk. És aztán most már beleértettek, persze. És kézzel volt előnök, többször le akarták a minősorom el. Szirtesági Csákány érzte. A megöregedett előadás, hogy nincs hol tárolni a díszletet, és már többször le akarták venni. És akkor reklamáció érkezik a szervezésre, azok felszólal, és mit visszateszik a műsorban. És volt olyan, hogy meghirdette a Zsámbékét, na jó, kapunk egy 5 előadásból álló búcsúcsokrot, még amikor nem indul el igaziból az évad, egy szeptember hónapban 5-öt játszhatunk, és az lesz a búcsúcsokon. És másfél nap alatt elfogyott az 5, azt mondta a Zsámbék, hogy na majd akkor kiderül, hogy tényleg nem lehet el jegyet kapni, és az 5 előadása másfél nap alatt elfogyott a jegy, és na jó, eljött az 5. előadást, tudtuk, hogy ma megy utoljára, és egy férfi fölállt, mert ezt az egy percet nem bírja ki, már tapsból jó van, de ő így kijött, és mind a hárman kaptunk egy-egy sárga rózsát, és oda súgta, hogy most láttam 11-szer. Na de nem, még őt lehetett überolni, mert egyszer megvált egy egyetemista férfián, aki bevallott, hogy 17-szer láttam, mondom, ez a betegséged, akkor most már, tehát, hogy vigyázni kell, akkor most már 17-szer láttam. Ez sok évvel ezelőtt. Igen. Tehát akkor még csak 8-10 éve nem lesz. Igen, és még. Meg ilyenek. Jó, ez a második szerelem. A harmadik szerelem, a pedig éjanya voltam.
című dokumentumanyagt, ami nem színdarab, és igazság szerint úgy kellene eljátszani, mintha nem színész játszana. Tehát én megpróbáltam annak a személyiségnek az egész mentalitását, mindent, hogy ráérezni arra a vidékről, Budapestre felköltözött, a nyomorúság erről menekülő családnak, akik elkezdenek Pesten, azt hiszik, hogy talajt fogtak, de nem igaz, mert a gyerek már másban nő fel, mások lesznek a vágyai, amit viszont a világ nem tud teljesíteni neki, és egyszer csak kiderül, hogy az anyját, apját is fejbe meg hátba vágja boltával, akkor azt mondják, ez epilepszia, akkor ez se nem igaz, de börtönbe teszik, akkor nem tudom is. Tehát egy iszonyatos sors, négy bűncselekményt mesél el az anya, és egyre jobban bekattan, és egy olyan 1 óra 35 percet beszélek egyedül, nagy szélsőséges, hát katarzisok is, meg nagy, úgy hívják, amplitúdó, ilyen érzelmi kilengések. De azt, hogy most már az is 10 éves volt márciusban, most a pinceszínen már levette műsoráról, elég ronda módon, mert nem is értesítettek róla, egy bajai telefonból tudtam meg, hogy a pinceszínen az leveszi. És akkor, mivel akkor koprodukcióban kezdve, most az Örkény Színház kezelésébe vette főleg az utaztatását, mert közben meg rábólítottam. Bajára rábólítottam, Török Bálint rábólított, Győr. De mondd is most, hogy az Örkényben van egy stúdió, vagy lett egy stúdió. Pali nem szereti ezt az anyagot, mert azt, hogy annyira nyomasztó és annyira sötét. Hát sötét és nyomasztó, igen. Van. Igen, de az nem szereti, az, hogy nem nagyon való ez az Örkény közösségének. És hát az tény is való, hogy aki mondjuk egy Thomas Mann regényt a mi adaptációban nagy élvezettel nézi a József és testvér, annak a világának nem, ez nem. Jó, de lehet, hogy akkor menne más. Hát nem tudom. Eddig ugye 10 év alatt több mire telt. Hát itt van például a Ibolya, majdnem tenni, eljött, még Győrbe is eljött velem megnézni a másik variációt, hogy díszlet nélkül, tehát más módon játszom. De hát nem tudom, azt pártolja a Pali, hogy ha hívják az előadást valahová, akkor az Örkény ad hozzá nekem egy műszaki embert, vagy a szállítást intézi, ne nekem kelljen jobb díjjal szerződni a szerzővel, meg nem tudom micsoda, de pillanatban még nem vette tervbe. Bár a műszak úgy tudja, hogy majd februárban talán a stúdióban is néhány búcsú előadást lesz belőle. Jó, akkor megnézzük. Na az még, de én legalább ennyire szerettem, amit a Bagosi Laci írt, egy gyerek előadás a Sötétben látott ügyén. Hát a könyv is megjelent aztán könyv alapban, és az is megnyerte 10 év legszebb mesekönyve díjat. Azt mikor? Az 2005. szeptember végén. Aha. 2005. szeptember végén, mert akkor halt meg a nevelőanyám, és akkor volt az időszak, 2005 nyarán, augusztusban halt meg, és akkor az ő halál után nekem ki kellett ürítenem Kaposváron egy önkormányzati lakást, kaptam egy dátumot, és a főpróba hét alatt még jártam le kocsival, egy próba után éjjel le Kaposvárra, az ottani öltöztetőnő doboz volt nekem, és akkor kihordtam a kocsiba, és rogyásig egy kocsival kimentem Fogyódligetre, mert ott még megvolt az a pici nyaraló, amit a nevelőanyám miatt tartottunk. És azt mondtam a fiam, mert a fiam mondta, hogy lakást szeretné nekik a nősül, hogy azt nem lehet eladni, amíg etajra vinnem. És meghalt, de még a nyaraló megvolt, akkor oda kihordtam. És volt, hogy egy ilyen kétszer fordultam, kétszer pakoltam meg a kocsit. Még jó, hogy alvászavaros vagy. Igen. És akkor onnan föl és másnap főpróba, és belátott, hogy 173 jelet adok a fénynek, hangnak, forgónak, és 18 figura hangján is nyelvét beszélek. Tehát, hogy nem volt egyszerű, kemény munka volt, de aztán elkezdett azért mégis ez a küzdelmes főpróbai tetszett, csak beállt, és akkor elkezdhettem már jobban odafigyelni, játszani, csak hát mondjuk nagyon nagy egészség kell hozzá. Mert ez az
építkezési falpor, ami pillanatilag még terjeng a színházunkban, és picit allergiás vagyok, és hirtelen rám jön a kölgés, veszélyt közben, meg ilyenek, az most veszélyes lesz, mert most ezt nem sokára felújtunk maga belőle. És egy kerek órán át szünet nélkül kell tudni beszélni, sokféle hangon, meg mindent. Tehát ahhoz igazi egészségnek kell, és talpon kell tudni lenni. Már ülve, igen, na ezt kívánom neked, hogy legyen talpon, legyen egészség, és lássunk ott mindenben. Most végig fogom nézni ezeket a szerelmeket. Tartsanak velem, jó? Nagyon szépen egyébként, köszönöm. Egyébként, ha valakinek igaz, olyan korú, mit tudom én, 5-től, sajnos másfél éves gyerekkel is néha beülnek az első sorba, és eléggé zavar. Tehát, hogy nem való, másfél éve ez a sötét látott. Nem való. Egyszerűen elvileg, amit közölni akar a szín, a darab, azt az értékrendet, azt mondják, az nem értheti, és a többi minden. De ha négy vagy öttől tíz, még 12 éves gyerekek is, egyetemisták, volt, hogy beültek, két fiú, akkor egy kopasz fiú fekete szemben. Mondom, Jézus Mária, biztos előre ültette a gyereket, mert most állasztam a látom, ugye nagyjából a jelenségeket, a figurákat, mondom, biztos előre ültette, és a nagy darab nem akart. Nem akar előrülni. Hát felállt a végén, és mint a jó, hogy ezt dolgot el. Egy ilyen 50 év körül fekete kellene szemben. Nosztalgiából belül. De mondom, amikor két egyetemista fiú egyszer csak még az utcán is megvált, és mondták, hogy nagyon köszönik az előadást, akkor az egy picit meglepett. Jó, azért ezek jó. Azért, mert ez is olyan érted, hogy a Bagosi csodálatos íróik és csodálatos szülői érzelemvilága, akkor ott a kicsik a gyerekei, és nekik este otthon a meghitt mesélést tartotta fontosnak, tehát hogy már sötét van, és sötét ezt akarta a színpadon visszalátni. És mindenki, én is mondtam neki, hogy nem lehet, nem színál, és sötét, a gyerekek azonnal óriásik, hogy a zsivajba elkezdenek izgulni, boldogok, mindjárt kezdődik az előadást, ha sötétet csinálsz, akkor nem lehet tovább beszélni. És az nem akarta elhinni, és neki lett igazán. De most varázslom a sötétet minden, és lehet a lélegzetet hallani, hogy nézni tőlem annyira. Néha az én mobilomnak, egy-egy mama félti a gyereke lelkét, akkor még mobilozik, világítunk egy kicsit. Pedig csak annyit kéne mondani, hogy figyelj csak. De volt olyan nagymama, aki visszajött a szervezésre, és kaptam kis eperlekvárt, meg köszönő levelet, hogy a 9 éves kisunokája nagyon félt a sötétben. És eljöttek megnézni a sötétben a tündért, és otthon ő oltogatja a villanyt, és az egész családnak örök is sötétben a tündérre játszani. Tehát, hogy köszönöm. Tehát, hogy nem reménytelen. 9-10 éves gyerekek is tudják szeretni. Úgyhogy valakinek olyan munkája, vagy gyereke, ahol nem javaslom, hogy meg kell nyomni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Későségesen kapja, hogyha beszélek. Ebben legyen a tartalom, aki követik.